Kedves testvérek! 3,5 éven át tanulhattam azon a földön, ahol Krisztus Urunk élt. És itt, ahol ez a találkozás történik, a Szűzanya és Erzsébet között egy gyönyörű templom épült, amelynek a főoltára mögött egy csodaszép festmény látható. A Szűzanya érkezik Júdea dombvidékén Erzsébethez. Kitárt karokkal, a szíve alatt hordva az élet szerzőjét, az Isten fiát. És a festő úgy ábrázolja, hogy a táj, ahol jön a Szűzanya, kopár, amilyen Júdea dombvidéke, szinte sivatag. De ahová a Szűzanya lép, ott gyönyörű virágok nyílnak, ott élet fakad. Gyönyörű ez a találkozás a Szűzanya és Erzsébet között. Tele van örömmel, újongással. Valami nagyon hasonló történik a Bibliában egy régebbi alkalommal, amikor Dávid király hozza föl ugyancsak Júdea dombvidékén a frigyládát, a szövetségládáját. És azt halljuk, hogy Dávid újjong az örömtől és táncol. És aztán fölkiált, és azt mondja, hogyan is lehet az, hogy az én uramnak ládája eljön hozzám. Erzsébet szinte szó szerint ugyanezt mondja, hogyan is lehet az, hogy az én uramnak anyja eljön hozzám. Mintha ugyanaz történne, Mária az új frigyláda, a szövetség ládája. Nem kőtáblákat, hanem az élő igét, az élet forrását hozza a szíve alatt. És ahogyan Dávid újjongott és táncolt, ugyanúgy újjong a kicsi keresztelő János is, az édesanyja Erzsébet méhében, örömében felújjongott a magzat. Mennyi öröm van ebben a találkozásban. Ennek az örömnek a forrása az, hogy a Szűzanya befogadta az élő Istent. Azért boldog asszony a Szűzanya, mert a boldogság forrását, az élet teljességének a forrását az élő Istent befogadta. Akkor ünnepeljük hitelesen a boldog asszonyt. Ha mi is tudunk igent mondani az életünkben, az élő Istenre, az ő szeretett tervére, a családra, a házasságra, a gyermekre. Szűzanyából élet árad, öröm árad, mert befogadta az öröm forrását, az élet forrását. A mi családjaink, a mi falvaink akkor lesznek újra élettel teli, ha lesznek olyan emberek, akik nagylelkűen mondanak igent az élő Istenre, a házasságra, a gyermekáldásra, Isten szeretett tervére. Hogy mit is jelent az élő Istent befogadni, hadd mondjak el egy esetet, amely Németországban történt. Egy asszony az édesapja halála után kapta kézhez az apa végrendeletét. És döbbenettel látta, hogy semmit nem fog az édesapjától örökölni. Mindent a húga kapott meg. A családi házat, az összes készpénzt, még azt a kicsi telket is, amit pedig az édesapjuk mindig ő neki ígért. Szembesülnie kellett azzal, hogy úgy látszik, nem csak az édesanyjuk, de az édesapjuk sem szerette őt soha igazán. Mindig a húga volt a kedves, azt mindig dicsérték, ajnározták. Rászakadt a nem szeretett, az elutasított gyermek minden fájdalma, keserűsége. Napokon át nem tudott aludni. Tele volt bosszúvágyjal, fájdalommal. Aztán egy idő után nem tudott a munkájára sem figyelni.
abba kellett hagynia. Még később már a Karitásznál sem segített, ahol pedig addig annyi munkát végzett, főleg a kórházba bejárva. És végül egy idő múlva inni kezdett, és fél évvel később kórházba került. És ott a kórházban az egyik napon szembe jött vele egy tolószékben ülő idős asszony, aki nagy örömmel köszöntötte, és megkérdezte, nem ismer meg? Én vagyok az, akihez 3 évvel ezelőtt annyit járt be a kórházba. Akkor én egy rettenetes baleset után voltam. Akkor veszítettem el mind a 2 lábamat. Öngyilkos akartam lenni. De magából annyi fény áradt, annyi erő. Magának köszönhetem az életemet. Aztán még megkérdezte, miért mostanában nem jár be a kórházba? A fiatal asszony zavarta, mondta, nem, most én is beteg vagyok. Aztán gyorsan elköszönt, bement a maga beteg szobájába. Odaállt a tükör elé, nézte az annyira megváltozott, összezavarodott arcát. Megkérdezte magától, mi is történik velem mostanában? Elveszítettem volna a hitemet, az életem forrását. Aztán hirtelen teljesen világos lett a számára, hogy nem az ő dolga, hogy a szülei fölött bármifajta ítéletet mondjon. Egyedül Isten látja a szíveket, egyedül ő ítélhet. Aztán az is teljesen világos lett a számára, hogy ő az Istennek mindig végtelenül kedves gyermeke volt, és az is maradt. Oda lépett az ablakhoz, odakint ragyogóan sütött a nap. A szívét hatalmas forróság járta át. És az asszony néhány hét alatt meggyógyult. Az emberi szívet egészen csak az Isten tudja betölteni. Csak oda föntről lehet betölteni. Ez a mai ünnep mindenek előtt erre hív, hogy nyissuk meg újra a szívünket, az életünket fölfelé, az Isten felé. Ha szeretnénk, hogy a fiataljaink szíve megteljen, szeretettel, nagy lelkűséggel, hogy bátran tudjanak dönteni a házastársuk mellett, nagy lelkűen, életre szólóan. Ha szeretnénk, hogy bátran mondjanak igent az életre, a gyermekre, ahhoz mindenek előtt az kell, hogy megteljen a szívük odaföntről. Kedves testvérek, magyar népünknek az egyik legnagyobb tragédiája az, hogy egyre kevesebb gyermek születik. 1981 óta folyamatosan csökken az országunk népessége. Ha nem lett volna az a 360 ezer magyar testvérünk a határon túlról, Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, akik Kismagyarországra érkeztek, akkor a teljes fogyásunk mostanáig 1,2 millió. Döbbenetes zuhanás, alig több, mint 30 év alatt. Alig lehet azt látni, hogy ezt hogyan tudjuk megállítani, mintha a nemzetünk nem akarna élni, mint egy kollektív öngyilkosságot akarna végrehajtani. Azok a családok, ahol csak 0, 1 vagy 2 gyermek születik, a gyorsabb vagy a lassabb elmúlás, eltűnés mellett döntenek. Sajnos mostanra az elmúlt nemzedékeknek, a mentalitásának, negatív döntéseinek a gyümölcsei beérettek.
Egyre több falu gyakorlatilag eltűnik a térképről. Egyre több iskolát zárunk be. Egyre több családban nincs már gyerekek kacagása, nevetése. Eltűnik a körünkből az élet. 1956 óta több mint 6 millió abortusz volt Magyarországon. 6 millió kicsi, ártatlan gyermek, ki soha senkinek nem ártott. Nem születhetett meg. Rettenetes kínok között kellett meghalnia. Ez a sötét titok is ott lebeg a nemzetünk fölött, a vállunkon. Kedves testvérek, a gyermekáldás vállalása elsősorban nem pénz kérdése. Nagyanyáink, dédanyáink sokkal nagyobb szegénységben, sokkal több gyermeknek adtak életet. A gyermekvállalás nem pénz, hanem szív kérdése. Nagy lelkűség kell hozzá. Öröm, túláradó, túlcsorduló szeretet. Annak a fölismerése, hogy az élet hatalmas kincs, amit én is ajándékba kaptam, ingyen kaptam, és arra kaptam, hogy bőkezűen adjam tovább. Márton Áron mondata, ki azt mondta, Erdélyt a magyar anyák veszítették el. Egyre inkább sajnos igaz az egész nemzetünkre. Tudunk-e újra igent mondani az életre? Tudunk-e újra igent mondani Isten szeretettervére, a házasságra és a családra? Sajnos egyre kevesebb házasság kötődik. Rengeteg fiatal van, aki nem is nagyon érti, hogy ebben mi a szép, hogy ő az egész életét nagy lelkűen, bőkezűen odaajándékozza, önátadásban éljen. Mintha ez az emberi nagyság már nagyon sokakból hiányozna, hogy képesek legyenek és akarják az életüket odaadni. Isten szeretetre teremtett minket, nem önzésre. Tudunk-e igent mondani erre a szeretettervre? Hogy mit is jelent igent mondani az életre? Hadd idézzek föl egy döbbenetes esetet, ami egy kicsi magyar városban történt, nem is olyan régen. Egy édesanya, akinek két gyermeke volt, és már régen visszament a munkahelyére, mind a két gyerek 10 éves elmúlt, döbbenettel szembesült azzal, hogy újra gyermeket vár, áldott állapotban van. Egyáltalán nem tervezték ezt a harmadik gyermeket. Semmi kedve nem volt arra, hogy a munkahelyét újra otthagyja, fél éjszakákat átvirrasszon. Töprengett egy ideig, aztán a férjével együtt egyik este hosszasan beszélgettek. Együtt eldöntötték, hogy ezt a harmadik gyermeket nem tudják vállalni, elvetetik. Azonban nem vették észre a beszélgetés közben, az ajtó résnyire nyitva maradt. És az egyik gyermekük, a kisebbik, a fiúk, néhány hangfoszlányt ebből a beszélgetésből meghallott. És ekkor egy döbbenetes dolog történt. Ez a fiú bement a szobájába, és elkezdett írni egy búcsúlevelet az édesanyjának. És ebben azt írta, hogy ő nagyon megérti, hogy a szülei nehéz helyzetben vannak, kicsi a lakás, fizetésük is kevés. Úgy látszik, ebben a családban csak két gyermek számára van hely. De akkor írja a fiú, erre van egy megoldás. Akkor ő ebből a családból végérvényesen eltűnik. Ő rá soha többet, a szüleinek semmi gondja nem lesz.
Csak nagyon szeretné azt, ha kistestvére megszülethetne és élhetne. Idáig ért a fiú a levéllel, hirtelen fölállt, kiment, édesanyja éppen benézett a szobájába, meglátta az asztalon ezt a levelet, döbbenettel olvasta, és aztán néhány perc alatt eldöntötte, hogy igent mond erre a harmadik gyermekre is. Kedves testvérek, a boldog asszony ünnepe erre hív minket. Engedjük be az életünkbe újra az Istent, az élet forrását, a boldogság forrását. Engedjük be őt a családjainkba. Tudjunk rá újra igent mondani. Európának enélkül jövője nincs. Magyar nemzetünknek enélkül jövője nincs. Imádkozzunk a mai napon azért, minél több fiatal tárja ki a szívét az Istennek, és mondjon igent ő rá, mondjon igent a házasságára, és mondjon igent a gyermekáldásra. Amen.